Fent vagyunk 1200, max. 1200 méteren, Szlovéniában, Mariborban, itt a helyi sí paradicsom tetején. Nagyon gyönyörű hó van itt fent, lent rohadt szar volt, tiszta sár volt a pálya, meg tiszta zané, azokat nincsenek a karbantartva, de itt fent gyönyörű. Felhők fölött süt a nap, ilyet a síjelés, vagyis hát a síjelni próbálás. 7. óta nem láttam havat. Igaz, hogy Jakab barátomtól kaptam egy-két órát, amit nagyon köszönök. Megyünk, megpróbálunk síelni. Aztán utasbiztosítást megkötöttük, szóval, hogyha esetleg összetörjük magunkat, ami nagy esély van, az hasznos lesz, és akkor majd a pénz az megy haza, csak egy jót szórakozunk. Egész sokat tudtunk síelni most így délelőtt is már. Megállunk egy kis pihenőre, mert azért azok a jót érdek elfáradnak hamar. Több a kis barbecue-s kazánba hát a kisül valami, megnézzük. Megnéztük, hogy milyen ki ebből a kemencéből, abban a kis fekete kemencéből. Ezek az oldalas szájak, egy oldalnak a szája. Közben kisütött a nap is, gyönyörű időnk lett, síeléshez, kinti kajázáshoz sincsen hideg. Szól a muzsika. Ja, meg nuggets úrra. 4-kor bezártuk itt fönt a pályát, nagyjából napnyugtakor, 6-kor újra van itt éjszakai síjelés. Följöttünk újra síjelgetni, még itt a B és a C felvonó működik, összesen csak 2 sajnos. Ez is fasz, ki van világítva a pálya, szóval csúszunk még egy párat, 9-ig lehet. Most jöttünk be a kajálásból, amikor valami új helyre utazunk, akkor fölcsapjuk a Foursquare-t és megnézzük, mi kapta a legjobb értékelést. Általában oda megyünk, azokat próbáljuk ki. Pizzára se lehetett panasz, nagyon maxos volt. Egész nap síeltünk, egész nap talpon voltunk. Rohadt fáradtak vagyunk, alvás. Sokkot kaptam. Ráment egy tank a lécünkre. Az előbb, amíg vettük fel a videót, a lécénket az beratrakolták. Lehet, hogy mondjuk nem a pálya közepén kéne tárolni a léceket, az mondjuk következő tanulság lehet. A lécének nem lett semmi baj. Megnézem közelebbről, hogy mik voltak ezek a nagy tankok, amik itt elhajtottak, mentem, és megkértek sofőröket, hogy egy kicsit nézelődjek már körbe, hadd üljek bele ezekbe a gépekbe. Derült el, egy ilyen gép belekerült 100 millió forintba is, egy ilyen jobban felszerelt. Azért már elég szép sportautókat kaphatunk. Délutáni programban megindulok, beratrakolom a pályát. Gépen, most vettem. Ez jobb, mint egy Ferpa, nem? Ebben sincs kis motor, egy 12,8 literes dízelmotor van benne, ilyen 400 lóerő körül és ilyen 2000 Nm, szóval azért teljesítményben sem marad nagyon alul, bár ami kell is ahhoz, hogy a pályán fölmászkáljanak. Segítség, hogy a hátukon van egy csörlő, amit ilyen fix pontba beakasztanak, és akkor úgy ráfrakolnak, amikor nagyon nagy hó van, vagy esetleg nagyon meredek a pálya. Ugye amikor bezárnak a pályák, kimennek, elkezdik a pályamunkákat, több órát is igénybe vesz, mire az összes pályát megcsinálják, ami alatt azért szépen fölbelődik a üzemanyag is. 25 liter gázolajat esznek meg óránként. Körülbelül ilyen 200 literes tankjuk van, tehát azért egy jó pár órát kint tudnak lenni. Elő szép reflektorok, bevilágítják elő az egész pályát, és akkor mehet a munka.